A Dübörgő Magyar Táncfesztivál forgatagában köszöntöm azokat, akik ma is a kultúrával tartanak. Ígérem, nem bánják meg, ha az elkövetkező egy órában velünk maradnak. A gyermekek házával indítunk, hiszen finisébe érkezett a Szent László király udvarában elnevezésű napközis építő játszótér projekt. Hogy mindehhez hogyan kapcsolódik a Leyer, azt ma megtudhatjuk Kókas Évitől és Ecker Esztertől. Sziasztok! Szia! Évi, te a táborból érkeztél, mesélj egy kicsit arról, mi történik most odakint. Így van, egyenesen a Kiserdőből érkeztem. Ez egy fél éves projekt, amin dolgozunk. Egy KEOP pályázaton sikerült nyernünk, egy 3 évvel ezelőtt megírt pályázaton. Raklapokból építjük Szent László király udvarát. Németországba jártam az elmúlt 10 évben, Koblenz városába van egy hasonló kapcsolatunk, és mi mindig oda egy ilyen csodálatos táborba mentünk, ott Robin Hood táborába voltunk az erdőbe, vittük a győri gyerekeket, és mindig gondoltam, hogy olyan jó lenne ezt megcsinálni itt Magyarországon, Győrben. Ezzel a pályázattal, illetve a Leyerrel való kapcsolatunkkal jött ez létre. Megterveztük ezt a tábort, 300 gyereket tudunk így most elég kedvező áron itt ebbe a nagyon kreatív és nagyon kis építős táborba látni. Nagyon jó látni a gyerekeket, az építészek Cseh András vezetésével megengedik, hogy szerszámokkal, fúrógéppel dolgozzanak, és nagyon ügyesen és nagyon figyelnek egymásra, de ez egy fantasztikus dolog. Hétvégén már elkészült egy kapu, ahova a gyerekek legalább 30-an felmehetnek, figyelnek is minket ott a környéken, hogy milyen érdekes dolog ez. És nagyon jó kis kerettörténettel vagyunk, van 10 mesterség, 10-10 fős gyerekekkel, és a mesterségeknek megfelelően is ékszerkészítők, zászlósok, asztalos építőmesterek. Hétvégén megjelenik a király, pénteki napon egy kis ceremónia lesz, úgyhogy nagyon készülünk minden héten erre. És akkor lebbentsük le a titokról a fájtlat, hogy a Leyer hogyan, milyen formában tudta segíteni ezt a klassz tábort. A Leyer Hungária Kft., mint Magyarország vezető építőanyaggyártója mindig szívesen áll olyan kezdeményezés mellé, ahol valamilyen úton, módon kapcsolódik az építőiparhoz. Hát ez egy rendhagyó alkalom, hisz a lurkok, pici gyerekek fognak építeni raklapokból, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen segítjük ezt a kezdeményezést. 5000 forint értékben adományoztunk raklapokat a tábor megvalósulását segítendő, és így módon kapcsolódunk ehhez a kezdeményezéshez. Azt hiszem, hogy de javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy a raklap az utóbbi időszakban egyébként is egy nagyon divatos építőelem lett. Én még belső építészben, lakberendezésben is felfedeztem. Van nálatok nagy kereslet az ilyen termékek iránt? Igazából nekünk használati tárgy a raklap, tehát a mindennapjainkhoz hozzá tartozik, és ez itt most kapóra jött, hogy évieknek pedig erre van szüksége, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel segítjük ezt a dolgot. Mi pedig nagyon sokan dolgozunk ebbe a projektbe, rengeteg önkéntes, főiskolás, ők a csoportok vezetői, és már az elmúlt hetekben, hónapokban gyűjtöttük az ötleteket, amikről beszélsz, hát kiváló kerékpártároló, székek, bútorok vannak ebben, fantasztikus, úgyhogy ezeket próbáljuk mi most itt megvalósítani. Említettél egy érdekes dolgot, hogy ez a pályázat, a megírásának az időpontja 3 évvel ezelőttre tehető. Mi történik 3 évben, amíg nem nyer egy ilyen pályázat? Igen, már le is mondtunk róla tulajdonképpen, mert elég sok idő eltelt, nagyon szomorúak voltunk ettől, hogy nem nyertünk. Írtunk is másik 2 támú pályázatot, amin viszont sikeresen nyertünk. Aztán most úgy 3 évére úgy gondolták, hogy mégis. Ez egy kicsit meg is visel bennünket, nyilván az adminisztráció és a kifizetések szempontjából is, és hát el lehet képzelni, hogy 3 évvel ezelőtt bizonyos árakkal megírtunk egy pályázatot, akkor még az áfa is egész más volt, és hát nem tudnánk megcsinálni, ha nem lennének segítőink. Tehát az, hogy a patentnak alig tudunk fizetni az őrzésért, vagy hogy itt van a Leyer, aki ennyire segít bennünket, tehát mindenki úgy áll ehhez az ügyhöz, hogy ha a teljes összeget hallanánk, nem tudnánk megcsinálni. Eszter, ti hogyan szereztek tudomást egy ilyen nagyon inspiráló ötletről, mint amilyen most a Gyermekek Házának a projektje? Hát több oldalról is érdekes ez a kérdés. Az Évivel régóta nagyon jó a kapcsolatunk, illetve Győr városával is szorosan együttműködünk. Tehát egyrészt innen szereztünk erőtudomást, másrészt pedig 2014. január 9-én a Leyer Hungária Kft. Stratégiai Együttműködési Megállapodást kötött a kormánnyal, és ebben vállaltuk azt, hogy minden olyan kezdeményezés mellé állunk, ami hát nem elsősorban gyerekek, hanem az építőiparhoz kapcsolódó szakképzést segíti. Innen a kapcsolat az egyetemmel, a Győri Egyetem építészkarával, és mivel ők a másik segítők,
hogy ez megvalósulhasson. Onnan is jött az információ, tehát ez a kettő így összeadódott, és... De milyen klassz, amikor így összeérnek a szálak, ugye? Mi is az építészkaron dolgozó Cseh András a legnagyobb segítőnk, mert nyilvánvalóan mi értünk a szervezéshez, vagy hogy a gyerekeket hogyan kellene foglalkoztatni, de például a csavarbehúzótól kezdve az építészeten keresztül egyáltalán nem, de azzal a nyugalommal vagyunk, hogy ők pedig azok, ahogy ehhez értenek. A tábor, amiket mesélsz róla, az alapján egyértelműen elmondható, hogy egy nagyon okos tanítótábor, ahol mesterségeket tanulhatnak, mesterségekről, múltról, történelemről, és akár az építészetről is? Hát András folyamatosan próbál nekik segíteni, és a főiskolai hallgatókat is arra képeztük ki az elmúlt hónapokban, hogy így a beszélgetés során például a lovagi erényekről, az udvariasság volt a fő téma, és akkor a ceremóniamesterünket gyakran hallottam, ahogy a gyerekeknek próbálta ezeket a kis dolgokat mondani, tehát nem közvetlenül, de azért így elszórjuk az ismereteket, mégiscsak szünet van, egy kicsit más formában. Közel 300 gyereknek van lehetőség arra, hogy ebben a táborban részt vegyen, és azt a szomorú hírt kell most elmondanunk, hogy ide már nem lehet beférni. Hát hetek óta nem, így van. Ami nektek nagyon jó hír, hiszen azt jelenti, hogy egy rendkívül népszerű tábort sikerült megalkotni. Van esetleg még lehetőség a gyermekek házában az idei évben táborozni? Természetesen a gyermekek házában ugyanúgy táborokat szervezünk legalább 15 félét, mint az elmúlt években. Az indián tábortól kezdve a kézműves táborig, a sakkozás, a kerámia, mindenféle van. Még ott vannak helyek, lehet jönni. Nagyon vártuk, hogy egy kicsit a kőfalak közül kijöjjünk, és most arra jött el a lehetőség, de nagyon bízom benne, hogy segítőink továbbra is maradnak, és jövőre újra megcsinálhatjuk ezt a tábort. Rajtunk nem fog múlni. Eszter, egy kicsit ez egy személyesebb útra terelem a dolgot. Mit gondolsz te arról, hogy a gyermekeknek a kreativitása, a ti munkátokat milyen formában segítheti, segítheti-e egyáltalán? Én úgy gondolom, hogy a nevelési célzatú dolgokat soha nem lehet elég korán kezdeni, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy már ilyen pici gyerekeknek is meg lehet mutatni azt, hogy hogy épül egy ház, miből áll egy ház, hol kell elkezdeni, egy kicsit fogalmuk legyen arról, hogy ezek nem csak úgy lesznek, ezért nyilván ilyen szempontból ez egy nagyon jó dolog számunkra is. Nyilván közvetlenül ebből nem tudunk kamatoztatni, de jelen esetben nem is ez a cél, hanem hogy egyfajta jót tegyünk úgymond a kicsi gyerekekkel, és rávezessük őket már ilyen korán, és lehet, hogy ő belőlük lesz a jövő építész nemzedéke. Így van. Évi, milyen korú gyerekek vehetnek részt ebben a táborban? Hány évesek azok, akik most ott nyüzsögnek? Elég kicsikék. 8 éves kortól 12 éves korig vannak, és hát elég küzdelmes volt megmagyarázni szülőknek, hogy óvodáskorú azért most még talán ne jöjjön, talán majd jövőre. Tehát azt gondoljuk általában is a gyermekek házában, hogy ez az a korosztály, akiket ki meg tudunk szólítani, és akik szívesen játszanak velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és akkor a tábor hátralévő napjaira és a következő táborokra is köszönjük. Nagyon-nagyon klassz időtöltést kívánok. Köszönjük szépen! Az elmúlt héten az idei szezon utolsó bemutatóját tartotta a Győri Nemzeti Színház. Xer Attila rendezésében a Velszi lakoma című kétrészes színmű ősbemutatóján szórakozhattak a legkisebbek, és mindazok, akik kíváncsiak voltak a Vilkor Sulibérlet első szórakoztató előadására. Stábunk nem hagyhatta ki a főpróbát. Családom részben Velszi, részben Norman és angol száz. A vár, aminek ura vagyok, Montgomery, kényes helyen fekszik. A Velszi angol határ közelében. A Velsziek építették, és most is ők laknak a környéket, de az angolok is megerősítették a falakat, miután elfoglalták a várat. Minden Velszi angol háború innen indul, és itt is ér véget. Főpróbán jártunk, mégpedig a Győri Színház idei évadjának utolsó ősbemutatós darabjának előkészületeit rögzítettük, pontosabban az utolsó simításokat. A teátrum június 13-án mutatta be a Velszi lakoma című kétrészes színművét, mely Arany János költeményére épül. Arany János esetében ez az én személyes rajongásom vagy tiszteletem az ő irányába, én őt az egyik legnagyobb magyar, hanem a legnagyobb magyar írónak tartom,
és mindig szerettem volna róla írni valamit. Aztán rájöttem, hogy a Velszi Bárdok az egy olyan kapocs generációk között, hogy ezt a verset sokan ismerik. Nemrégiben mesélte nekem az egyik kollégám, hogy utazott egy vonaton, ahol elmesélte, hogy ezzel foglalkozunk, és egy bácsi ült vele szembe, akivel így szóba legyettek, és a bácsi elképedve hallgatta ezt egészet, majd elmondta a Velszi Bárdokot ott ülve a vonaton, 60-valahány évesen. És könnyes volt a szemetől. Tehát annyira hozzá tartozik a magyarság tudatunkhoz, annyira hozzá tartozik a kultúránkhoz ez a vers, talán túlzás, hogy ilyen hasonlatokat mondok, de mint a szózat vagy a himnusz. Annyira mélyen él az emberek lelkében ez a történet, mert ez egy remek mű. Egy nagy-nagy piros vonalas, háromszorra ráhúzott remek mű, amiből nagyon kevés születik. Szerencsére magyarok gazdagok vagyunk remek művekben, de irodalomban különösen, de ez egy különösen szép történet. Utána jártam, hogy mi volt ennek a történeti háttere, amire Arany utalhatott, és utána jártam annak a kornak is, amikor ez a feltételezhetően ez a mű született, és egy kicsit megpróbáltam ezt a két dolgot összehozni. Hogy vajon az a párhuzam, amit Arany állít a 48-49-es szabadságharc vége, leverése utáni időszak hangulata, és a valós Velszi történet között, vagy valósnak tudott Velszi történet között igen erős átfedés van. Tehát az Aranynak ez egy nagyon jó találata volt. A néplélek hasonló a Velszi néplélek, mint a magyar. Ők is mindig a nagy testvér árnyékában vannak, ők is mindig azon törekszenek, hogy megtartsák a kultúrájukat. És én azt gondolom, hogy a magyar kultúra, a magyar nyelv megtartása érdekében az egyik legtöbbet tett Arany János abban a korban, amikor egy nemzet elveszni látszott. Mirdin! Igen? Semmi. Te kérdezz bárkula. Te voltál már szerelmes? Szerelmes? Igen. 800 évvel ezelőtt. Hogy hívtál? Hát ez hosszú mese. De várj csak. Te szerelmes vagy? Nem tudom. A történet mellett a jelmezek is hozzájárulnak a darab sikeréhez. Gloria von Berg tervező saját bevallása szerint ezúttal is szabadjára engedhette fantáziáját. Ami kellemes az Attilával, amit nem lehet minden rendezőre mondani, hogy az embernek szabad kezet ad, az egy nagyon jó könyvet, amit az ember elolvas, és utána engedi, hogy az embernek a fantáziája a saját direkciójában repüljön, és nagyon ritkán szokott próbálni az embert kritizálni, vagy beleszólni. És valahogy van bennünk egy közös vonal, mind a kettőnknek van egy lelke, amiben még benne él a gyerek, és ezért tudunk olyan darabokat csinálni, amiket a gyerekeknek nagyon sokat tud jelenteni. Manapság nem nagyon divat olyan díszleteket, vagy olyan jelmezeket tervezni, amik a történelmi kornak a szépségét visszaadják, hanem inkább modernizálnak minden darabot. És én úgy örültem, hogy szabad volt ebbe a darabba a gyerekeknek azt a világot megmutatni, ami a középkor volt, mert a középkorban óriási volt a esztétika, és én szerintem egy gyerek 6 és 14 között még nagyon sokat tanulhat a szépségen keresztül. Jó itt! Bátran csak bátran! Mondtam, jó itt! Ráje! Törődj a magad dolgával! Nézést, felség! Itt se vagyok! Miért nem kezdtek már? Edward király angol király bőrébe Ungvári István bújt. Hogy mennyiben hasonlít Ungvári István, azt nem tudnám így hirtelen megfogalmazni. Nagyon sokat olvastam róla. Egy nagy király volt. Saját szempontjából mindig is igaza volt. 58 éves korában halt meg, és sajnos második Edvardként követte a 11. fia a trónon, aki sajnos nagyon csúfos véget ért, a nemesei ölték meg, de betegségbe halt meg. Egyébként róla van szó a Braveheart című filmben is, Mel Gibsonnak a nagy sikerű alkotásában, ugyanarról van szó. Egy fantasztikus államférfi volt szerintem. Mind a mellett, hogy egy esendő ember, és ugyanolyan problémákkal küzdött, mint a sarki fűszerestől kezdve a színészen át a politikusig bárki. Kszel Attilával, a darab írójával, rendezőjével, ez már a 10. vagy 11. dolgunk, és vele mindig azért jó dolgozni, mert amikor írja a darabjait, akkor színészre írja. És ez már a sokadik olyan szerep, amit rám írt. És rengetegféle
rengetegféle, egy ember lelkének, karakterének rengetegféle oldalát lehet benne megmutatni. Egészen az idiotizmustól a nagyon-nagyon komoly lét és sors kérdésekig. Vedő nagy király, Edvárd nagy király, ő a király, ő a só király. Ha feltűnik a velsziek között, a várnok összesúgnak a háta mögött, ha feltűnik a velsziek között, a várnok összesúgnak a háta mögött. Az elmúlt héten a Rohmer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum képviselői már ellátogattak hozzánk, akkor a Múzeumok Éjszakája programsorozatról kérdeztem az intézmény igazgatónőjét. Azt azonban kevesen tudják, hogy a nyári szünet alatt számos gyerekprogramot, különböző táborokat is kínál az intézmény. Ez mai beszélgetésünk apropója. Vendégeim a stúdióban Grászli Bernadett és Gyarmati Zsuzsa. Sziasztok! Szia! Talán nem is jól mondtam, hogy kevesen tudják, hiszen azért ez nem az első év, hogy vannak nyári táborok. Miben lesz más az idei év? Én már 7. éve tartunk rendszeresen nyári táborokat a Győri Múzeumban. Az idei évben 6 tábor szerepel a kínálatban, és közöttük van egy olyan tábor is, amely az idősebb korú látogatóknak is kedvez, hiszen nagy sikerrel működik évek óta a Radnai Rajszakör nevezető festőklubunk, amely kifejezetten nyugdíjasoknak ad útmutatást a képzőművészet világában. Nyitottak ők az ilyenfajta foglalkozásokra? Igen, természetesen, és ahogy az unokákat nagy szeretettel elhozzák egy táborba, így úgy gondoljuk, és kereslet is van az iránt, hogy a nyarat egy hét intenzívebb munkával is nálunk töltsék a múzeumban. Tehát az azt jelenti, hogy a klasszikus értelembe vett táborozók akár nyugdíjasok is lehetnek. Ők is eltölthetnek akár egy hetet. Igen, hiszen van művésztelepünk, ami tulajdonképpen egy képzőművészeti tábor, professzionális alkotók részére, van nyugdíjasok számára rajszakkörrel és festés örömeit bemutató táborunk, illetve legkülönbözőbb korosztályokkal várjuk a fiatalokat is. Piciknek szóló táborunk, 6 és 10 éveseknek, az alsó tagozatosoknak az idei évben a terülj-terülj-asztalkán kiállításhoz kapcsolódik, és egy kicsit az ízek, az érzékek, és kicsit a gasztronómia világába is elvezeti a piciket. Ezen kívül megrendezésre kerül idén is a művészeti ABC, amely a zene, a tánc és a képzőművészeti alkotás komplex élményét kínálja a felső tagozatos diákok számára. Illetve van olyan táborunk is, amely az 5 érzéket járja körbe, a patkó gyűjtemény műalkotásai kapcsán, illetve az egyik személyes kedvencünk, amely az iparművészet világába vezet el bennünket, az pedig a kerámia művészettel, mesterséggel foglalkozik részletesebben. És akkor erre már Zsuzsát szeretném megkérni, hogy ezekről a szépségekről, amiket elhozott ide nekünk, egy picit mesélj nekünk, kérlek. Mi mindent láthatunk az asztalon, milyen technikával készülnek ezek a szép tárgyak? Sokféle technikát láthatunk itt az asztalon. A legkisebbekkel szoktunk egy ilyen kis agyaplasztikát készíteni, tehát ezek a kis képecskék, olyan rátétes díszítés. Hány éveseket értünk? Hát a kisiskoláskor, tehát főleg velük szoktuk ezeket a kis rátétes féldomború díszítéseket, alkotásokat megoldani, aztán láthatunk gyönyörű szép korongolt tárgyakat, ami már korongozokon, igen, korongon készült, például igen, amit közösen a gyerekekkel megkorongozunk, és utána majd egy ilyen kis engóbos díszítés kap, karcolásos díszítés. Mi volt ez a szakkifejezés, amit mondtál? Engóbb, más néven földfesték.
az agyagba vagy agyagiszapban színtesteket keverünk, és különböző színeket tudunk így előállítani. Így készültek például azok ott az első képek? Igen, igen, azon is földfestéket használtunk, igen. Ahhoz, hogy valaki mondjuk egy gyerkőc el tudjon indítani egy korongot, és az működjön, és szép is legyen, és ne omoljon össze, körülbelül hány évesnek kell lenni, vagy mennyire picik képesek erre? Hát már a legpicibbekkel is elkezdjük ezt a fajta foglalkozást, nyilván ők egy picit még visszafogottabbak, tehát kevesebbet nyúlnak bele ebbe az alkotásba, de ahogy növekednek egyre bátrabban, és hát mindig nagyon szeretik a gyerekek ezt a fajta alkotást. Aztán itt látok egy nagyon szép mázas művet, ez egy kis korsó, vagy mi a funkciója, nehogy lehet valami rosszat? Igen, egy korsó, kancsó, igen, teljesen jól. Olyan, mint hogyha nagyon-nagyon régi időkből került volna ide közénk. Próbáltuk a mázzal ezt a hatást elérni, mert a táborba igyekszünk, tehát be is fejezni ezeket az alkotásokat, tehát díszítjük, mázazzuk, és ki is égetjük a gyermekek számára, így használhatóvá válnak ezek a tárgyak. Még mielőtt teljesen végigmegyünk az összes tárgyon, Bernadett, te egy nagyon vállalkozó szellemű hölgy vagy, és tudom, hogy sok mindent kiszoktál próbálni. Mi az, amit ezek közül te is meg tudnál csinálni? Próbálkoztál már? Zsuzsával volt olyan küldetésünk, hogy például kipróbáltuk azt, hogy tudunk-e például havai stílusú koktélos poharakat készíteni, és készítettünk is nagyon szépen azok is hasonló népi kerámia vonásait viselik magukon. A legegyszerűbb az volt, amikor egy ilyen magas poharat korongoltunk, és a kókuszdió formájára mintáztuk kívülről is, és gyönyörű csokoládé, barna színű mázat kapott. Meg lehet valósítani az álmainkat, elképzeléseinket, és a hóbortjainkat is, hogyha ellátogatnak hozzánk, akár az érdeklődők, hiszen felnőtteknek is kínálunk az év során kerámia szakről. Tehát nem csak nyáron, hanem évközben is. Igen, igen, Zsuzsa minden héten, minden két hétben nagy szeretettel várja az érdeklődőket. Ügyes az igazgatónő? Igen, igen. Mennyire kell tehetség ahhoz, adottság, hogy valaki képes legyen ilyen tárgyakat alkotni? Hát a kreativitás az mindenképpen szükséges. Hát magát a szakmát, vagy hát ezt a területet el lehet sajátítani kellő szorgalommal és kitartással. Van még nálunk egy izgalmas tárgy. Én egy masknak gondolnám őt. Igen, igen. Ez egy miért készült, mire készült? Egyszerűen hát valakinek a kreativitása hozta létre? Mondjuk a farsangi témához kapcsolódott annak idején, és hát ez egy ilyen sík kerámia alkotás. Ez tűnik olyannak, aztán lehet, hogy óriási nagyot tévedek, amire azt képzelném, hogy mondjuk egy kezdő is esetleg már egy ilyet meg tud csinálni. Hát ezt mindenképpen igen, meg tudja csinálni egy kezdő. Úgy működik ez a dolog, hogyha az emlékeimből előkotrom ezeket a kis morzsákat, hogy mintha gyurmával dolgozna az ember, megalkotja, megformázza azt, amit szeretne létrehozni, és aztán bekerül egy kemencébe, ugye? Jól emlékszem erre a dologra. Igen, igen, nagy vázatokban igen ez a munkafolyamat. Gondolom, hogy sok mindent kihagytam még ebből, de ahhoz, hogy minden részletet megpróbálhassanak akár a nézők, ahhoz nyilván el kell menni, és ki kell próbálni. Hol van ez a kemence? Tehát hol van arra lehetőség, hogy kiégjenek hát ezek? Most a nyári tábor keretében ugye a Fruman házban fogunk egy ilyen agyaggal foglalkozó kályhás tábort tartani, és hát most jelen pillanatban, tehát nyáron ott várjuk szeretettel a gyermekeket. És még egy érdekes dolog, amiben nagyon szoros a kötődés a múzeum és a kerámia alkotások között, hogy itt az asztalon ez a két tál, nagyon szép tál, ami látható, ez kötődik egy klasszikus győri múzeumhoz. Bernadett, hogyan? Nem hiába, hogy ennyit foglalkozunk mi a korongolással és a különböző használati tárgyak készítésével, mind a múzeum pedagógiánkban, mind a szakköreink kapcsán, hiszen több mint 30 esztendeje Kovács Margitnak is egy állandó kiállítást szentel Győr városa,
hiszen így született a európai hírű kerámikus művésznő, és mi jobban reprezentálja és szemlélteti azt a fiatalok számára, hogy hogyan is dolgozott ő, miként alkotott, mint hogyha kipróbálhatják maguk is ezeket a technikákat. Az asztalon két kis műtárgy másolat látható, amelyeknek az eredetije a múzeum falán lóg egy szőlős és egy halacskás kis tányérról van szó, hiszen mindannyiunk emléke, aki mondjuk Győr-Moson, Sopron megyében nőtt fel, hogy akár óvodásként vagy kisiskolásként egyszer, de legalább kétszer biztosan járt a Kovács Margit múzeumba, hiszen nagyon népszerű a mai napig a fiatalkorú látogatók körében. Így próbáljuk teljessé tenni azt az élményt, amelyben nagyon gyakran például külföldi cserediákok is osztoznak, hiszen hogyha egy-egy németországi testvériskolának a diákjai eljönnek hozzánk, megmutatjuk nagyon szívesen a Kovács Margit Múzeumot, és akkor német nyelven közösen egy agyagozós kis foglalkozást tartunk, ahol különösen nagy élmény német nyelven interpretálni, hogy hogyan is korongozunk, engobozunk, mázazunk. Illetve arról nem is beszélve, hogy így akár egy pici kis darabot emlékként úgy lehet hazavinni, hogy közben az ember nem követel bűncselekményt. Nagyon nagy élmény egy ilyen dolgot létrehozni, és úgy gondoljuk, hogy ezt szeretnénk a jövőben is megadni minél szélesebb körben a felnőttek és a gyermekek számára is, hiszen az Eszterházi palotában, illetve most már a Magyar Ispita pincéjében is működik egy kreatív foglalkoztatóterünk, illetve már az említett Frumann ház a maga Kályha múzeumával is várja a legkisebbeket és a legnagyobbakat egyaránt. Türelmes, tehetséges és szorgalmas tanulókat kívánok ezekhez a tanfolyamokhoz, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük a lehetőséget. Nagy sikerrel zajlott az elmúlt héten a 85. ünnepi könyvhét és 13. gyermekkönyvnapok rendezvénysorozata. A Baross és Arany János utca is könyves standokkal népesült be, ahol kiadók és kereskedők kínálták portékájukat az olvasás szerelmeseinek. A Győri Könyvhét főszervezője dr. Horváth Sándor Domonkos szerint az itteni az országban az egyik legrangosabb és legprogramgazdagabb könyves seregszemle, amit az önkormányzat 2,5 millió forinttal támogat. A Győri Könyvünnepet dr. Somogyi Tivadar alpolgármester nyitotta meg a Baross úti Könyvhét színpadán. Évai Nagy Kamilla és a Krónikás Együttes zenélt a Baross utcán felállított könyvheti színpadon. A 85. ünnepi könyvhét és 13. gyermekkönyvnapok rendezvénysorozata ezúttal is a kötetek világába kalauzolta az olvasás szerelmeseit. A sikeres rendezvényt az önkormányzat 2,5 millió forinttal támogatta. Még egy olyan öröm, mint az olvasás, nagyon-nagyon kevés van, és nem csak az, hogy olvasok valamit, és elmerülök a könyvnek a cselekményébe, vagy a jellem leírásokba, vagy a jellemekbe, hanem az olvasás egyben a fantáziát is rendkívül módon fejleszti, ez különösen a gyerekeknél érvényes, hiszen egy televízióba, vagy egy filmbe készen kapjuk az arcokat, készen kapjuk a ruhákat, és készen kapjuk a cselekményt. A könyvbe cselekményt kapunk, jellemeket kapunk, de ezeket már úgymond személyes tulajdonságokkal igaziból mi ruházzuk föl. És én arra büszke vagyok, hogy Győr nem csak az ünnepi könyvhétnél és a hozzácsatlakozó gyerek könyvhétnél játszik szerepet, hanem rendkívüli sikeres országosan az ősszel megrendezendő Győri Könyvszalon. Én mindig azt szoktam mondani, nekem az életfilozófiám, tehát van persze kedvenc, számomra meghatározó volt és meghatározó most is a Hemingwaynek az Öreg halász és a tenger. Én nagyon szeretem a prózát, de az Öreg halász és a tengerből egy kicsikét az élet filozófiám is következik, hogy ugye ott mondja, nem szó szerint mondom ezt a Hemingwayt, hogy az embert legyőzni soha nem lehet, vereségeket szenvedhet az emberben, mindig föl kell állni, és én szerintem ez nagyon sokat mond, számomra is nagyon sokat mond.
Csütörtökön a standokhoz már kora reggel felsorakoztak a kiadók, így az újdonságaikat is bemutathatták, köszönhetően a Dr. Kovács Pál megyei könyvtár és közösségi tér szervezésének. Ha megnézzük az országos kínálatokat, nagyon sok helyen vannak könyvbemutatók, hiszen erről szól a könyvhét, de kevés helyen van ilyen gazdag kültéri programkínálat, mint amelyet itt Győrben tudunk színpadra állítani a három napban. Az újdonságot maguk a könyvek jelentik, és az évről évre megújuló gondolatok, hiszen azért alapjába véve nem lehet minden évben valami nagyon szuper és nagyon nagy újdonsággal durrantani, tehát maguk a könyvek és a gondolatok azok mindig, minden évben megújulnak. Nyilván változnak az olvasói szokások, de azért még mindig van egy nagyon tekintélyes, hagyományos réteg, aki keresi a könyveket, szereti kézbe venni, tehát nem csak hallgatni, vagy digitális formában olvasni, hanem az ízét, az illatát is szereti a könyveknek. És a Győrben megjelenő könyves rendezvények, úgy mint az őszi könyvszalon, vagy a könyvhét, azért egy állandó réteget vonzanak. A kihívás az, hogy újakat is meg tudjunk szólítani. Hát ezért is igyekszünk többféle műfajból és többféle stílusú könyveket ide szervezni, hogy több korosztályt és többféle érdeklődést is megszólíthassanak. Könyvbemutatók is kapcsolódtak a rendezvényhez. Itt az Eszterházi palotában például egy a Győr történelmét egészen más aspektusában felelevenítő művel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Zsupos Zoltán csinált egy remek kötetet, amelyet a múzeum adott ki. 1848-49 győri nyomtatványait adta közre. Nem csak a politikai jellegű nyomtatványokat, hanem azokat az apró nyomtatványokat, színházi hirdetményeket, színilapokat, amelyek itt a városban jelentek meg. Ez önmagában is egy óriási jelentőségű munka. Voltak ugyan korábbi előzményei, de ilyen teljes feltárása a város nyomtatványanyagának még soha nem történt meg, és azt lehet mondani, hogy ez az első olyan kötet, ami egy magyarországi városnak a teljes 48-49-es nyomtatványanyagát közreadja. Győr városa önmagában is nagyon érdekes, ugye félúton Bécs és Pest között, tehát a hírek azok mindig viszonylag rövid idő alatt odaérhettek bármelyik fővárosból. Nagyon mozgalmas volt a városnak a története, többször is elfoglalták, hol a magyarok, hol pedig a horvátok, illetve a császári királyi csapatok, ugye maga Ferenc József is járt itt, a legtöbb 48-as csatakép az éppen a győri ütközetről készült a császárnak a megjelenése miatt, és ezekből a nyomtatványokból nem csak azt tudjuk meg, hogy milyen politikai események történtek itt a városban, hanem a mindennapi életbe is bepillantást nyerünk, hogy a különböző hirdetmények, a különböző formanyomtatványok, legyen szó akár pénzátvételről, vagy postai feladóvevényről, kiderül belőle, hogy milyen gazdag színházi élete volt már akkor is Győrnek, tehát mondjuk a Német Színház az 2,5 hónap alatt szinte minden nap tartott előadást, de a Magyar Színháznál is el lehet mondani, hogy 2-3 naponta biztosan volt előadás. Tehát ez a kötet, ez nem csak a köztörténethez, nem csak az országos történethez, nem csak a helytörténethez, hanem a magyar művelődés történethez, ugye a színház történethez is komoly adalékokat ad. Van egy remek kis plakát, amelyik egy olyan felolvasó estre hívja meg az érdeklődőket, ahol Petőfi verseket olvasnak fel. Tudomásunk szerint ez az adat eddig nem szerepelt a Petőfi életrajzi irodalomban, illetve a Petőfi recepció történetében. És hát maguk az aláírók, azok sem akárkik, ugye Kossuth Lajostól Windisch Grécz-hercegen át Hajnaúig, Rónai Jácintól Lukács Sándoron át Gyapai Dénesig terjed ez a kör, tehát egyrészt a város története, másrészt pedig az ország története tükröződik ezekben a nyomtatványokban, és egy nagyon szép kiállítású kötetről van szó, amely nem csupán közreadja ezeknek a nyomtatványoknak a listáját, hanem a keletkezési körülményeiket is megvilágítja, illetve valamennyi nyomtatványról nagyon jól sikerült reprodukciókat találhatunk ebben a kötetben. Könyvből sosem elég, főleg nem mesekönyvekből. A napokban látott napvilágot a Gyere Gyuri Győrbe című kötet, a mű születéséről és érdekességeiről a szerzőt, Horváth Gyöngyi Klaudiát kérdezem. Szia, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Első könyvedet fogom a kezembe. Te mikor kaptad meg először? Mikor nyithattad ki és lapozhattad át először? Én körülbelül 2 hete kaptam meg a nyomdától, és nagy izgalommal vártam már, hogy milyen is lesz, amikor fizikailag is megfoghatom azt, amin már jó régóta dolgozom. Mesélj róla egy kicsit, milyen érzés volt, mikor megfogtad? Ilyennek képzelted? Igen, rögtön a sajátomnak éreztem, tehát ez olyan, mint egy harmadik gyermekem született volna meg hirtelen, úgy éreztem, hogy ez egy nagy munka gyümölcse. Hogyan született ez a könyv, hogyan pattant ki a gondolat?
Hát már régebb óta, két évvel ezelőtt volt, amikor nagyfiammal, aki most 8 éves, végigjártuk a várost, és ugye rengeteg kérdése volt, és egy kisgyereknek nem lehet úgy elmagyarázni, ahogy le van írva mondjuk egy bazilikában a történet, vagy akár bármilyen nevezetesség története, és hát próbáltam az ő nyelvén, hogy ő megértse, ő is segített a sok-sok kérdésével, és... Most, hogy megszületett a kisfiam, így a férjem ötlete volt, hogy mi lenne, ha le is írnám ezeket, hogy majd neki is ugyanígy el tudjam mesélni. Aztán a végén az lett belőle, hogy könyv is lett, tehát hogy mások is elolvashassák. Mert hogy ez a könyv azért Győrről szól alapvetően, igen, olyan, mint egy kisgyerekeknek szóló úti könyv. Mi minden került bele városunkról? Hát Gyuri Csacsi tulajdonképpen egy tanyáról érkezik meg a városban, azért, mert hallotta a mondókát, hogy gyere Gyuri Győrbe, Győri gyufagyárba, és gondolta, megnézi a Győri gyufagyárat. És hát mikor ide érkezett, akkor hallotta, hogy hát sajnos ez a Győri gyufagyár nincs is valójában, és akkor a segítségére sietett a Vaska Kas, aki éppen megelevenedett, mert megunta az egyhelyben állást, és ő azt mondta, hogy akkor megmutat neki érdekes dolgokat, és akkor bejárták a Széchenyi teret, megnézték a Vastuskós házat, akkor észrevették, hogy egy hatalmas szódásüveg van a járó utca kellős közepén, és ezekről mind-mind mesélt neki a kakas, aztán ellátogattak az állatkertbe, körbehajozták a Radó-szigetet, Dunán is jártak, és közben a kakas mesélt és tanította a Csacsit. Érdekes lehet ez a kötet a győri gyerkőcök számára, illetve talán azok számára is, akik éppen tervezik, hogy ide kirándulnak, és egy picit erőzetesen szeretnének akár a szülők mesélni a gyerekeknek. Gondoltál erre, amikor megszületett ez a könyv? Igen, hát én pedagógus vagyok, tehát amikor én írok, akkor szeretnék tanítani is vele, vagy segíteni a szülőknek is, gyermekeknek is, hogy valami értéket adjak át, valami tudást adjak át, és ez tényleg nagyon praktikus a családok számára, hogy egy közös program keretében végigjárják ezeket a nevezetességeket. Érdekes illusztrációk kerültek ebbe a könyvbe, és ezek az illusztrációk is a te munkád, a dicsérik. Fotók és rajzok együtt. Ennek az ötletét honnan merítetted? Valahogy így képzeltem el a könyvet, tehát ez így jött, és a fotókat ugye én készítettem, miközben jártuk a várost a nagyfiammal, és úgy gondoltam, hogy az állatok meg legyenek olyan rajzosak, olyan tényleg gyerekkönyv legyen a történetben. Például itt egy kép, amit most a nézők nem látnak, de ha megszerzik maguknak ezt a gyönyörű szép kötetet, akkor megnézhetik, ahol a csónakos szobor mellett áll Gyuri Csacsi, ha jól gondolom, igen, és maga a Vaskakas. Igen. Tehát ilyen jellegű képek, amikkel illusztrálod a történetet. Volt-e ebben segítség, vagy ez egy első próbálkozás volt a részedről? Azért érdeklődöm ez iránt, mert megírni egy könyvet az egyfajta művészet, illetve szakma, illetve a grafika, az illusztráció pedig egy másik. Volt-e valaki, aki fogta egy picit a kezedet? Hát az illusztrációt teljesen egyedül csináltam. Elég nagy munka volt benne, mert az kicsit távol állt tőlem, tehát most tanultam ebbe bele. A borítóban volt segítségemre Iklódiné Ivánca Adrien, ő tervezte, illetve a honlapomat is ő készíti. Van-e valami elképzelés, hiszen a gyerkőcöknek gondolom további mesék születnek, lesz esetleg további kötet, vagy valamilyen más jellegű mesekönyv? Szeretnék más városról is írni. Sok minden kavarog még a fejemben, nem szeretném abba hagyni, tehát nem ez lesz az első könyvem remélhetőleg. A Győrhöz való kötődés az csak mint mostani lakóhelyed, illetve a családod lakóhelye, vagy régebbi, tehát mindig is itt éltél ebben a városban? Nem, Celldömölkre költöztünk ide. Mondjuk Győr mindig is nagyon tetszett ez a város, tehát sokszor jöttünk el kirándulni is, és hát mondjuk egy vidéki teljesen más szemmel is nézi a nevezetességeket, sok mindenre felfigyel, amit esetleg egy helyi már megszokott és elmegy mellette. És hát egy éve élünk itt most már, és hát szeretnénk is itt maradni. Hát így. Akkor ez a könyv, ez egyfajta barátkozás is ezzel, igen, a várossal. Van elképzelés, hogy ha lesz következő város és következő mesekönyv, bevezető mesekönyv, akkor ez melyik város lesz? Hát egy Celldömölk környékét, Sárvár környékét gondoltam megcélozni másodjára. Mennyi idős gyerekeknek szól ez a könyv? Saját olvasásra, vagy inkább felolvasásra szántad? Mindkettőre alkalmas. Nagyobb óvodásoknak felolvasásra, illetve kisiskolásoknak az olvasásra. Ügyeltem is arra, hogy a betűtípus is olyan legyen, ami a gyerekeknek barátságos, és nem megy el egyszerre a kedvük az olvasástól.
és tényleg a történetekben a sok kép is egy kicsit segíti az olvasást megérteni. Nagyon klassz lenne, hogyha ebből egy sorozat születne, és akár Magyarország nagyvárosait, vagy bármilyen városait bemutató sorozatot tudnál ajándékozni a gyerekeknek. Köszönöm szépen, hogy elhoztad nekünk a könyvet. Én köszönöm a meghívást. Az egész város talpon volt szombaton, Teltházas Bogi és Neoton Família koncerttel beindult az idei győri nyár. A megyeháza előtti téren felállított nagy színpad környékén egy gombos tűt sem lehetett lejteni. Annyian buliztak a kellemes meleg, ráadásul szerencsére szúnyogmentes éjszakában. A nyárnyitón Borkai Zsolt polgármester rövid beszédében köszöntötte a győrieket és a városba érkezőket, a nyárra pedig azt kívánta a hallgatóságának, hogy érezzék jól magukat az egyre szépülő folyók városában, ahol mostantól szinte minden hétvégén lesz majd valamilyen izgalmas program. I don't want a sight, want to be so blind, so blind. I just want to scream, scream at night your name. I don't want to hurry that can fall apart. Just leave my tears. A 2014-es dal döntősének a Fonogram díjas győri tehetség Bogi műsorával indult a győri nyár a Városház előtt felállított színpadon, ahol a több ezer fős közönséget Borkai Zsolt köszöntötte. Kedves győriek, kedves vendégek, én azt kívánom önöknek, hogy a mai napon nagyon-nagyon jól érezzék magukat, és aztán az egész nyár folyamán, amikor csak tehetik, az a kérésem, látogassanak ide be a belvárosba vagy Győrbe, azokra a programokra, amit önöknek kizárólag szerveztünk azért, hogy élvezzék, jól érezzék magukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! A Neoton Família győri filharmonikus zenekarral kiegészülve adta elő slágereit. Az együttes sztárjait a koncert előtt faggatta a kultúra stábja. Én 1980-ban kerültem a bandához, vagy a bandába, de igazából a sikerek akkor indultak. Tehát én úgy kerültem ide, hogy elkezdtünk próbálni, és néhány hónap múlva már elmentünk egy spanyolországi fellépésre, utána kiutaztunk Japánba, és később ezek voltak a bemutatkozások külföldön, és aztán érdekes módon talán külföldön hamarabb indult be, hogy Isten igazából a szekér, mint itthon. Lehet, hogy azért, mert hogy kint azért nagyon sok mindent megtanultunk, főleg a koncertezés terén, hogy hogy kell a technikussal beszélni, bánni, a színpadon mit kell csinálni. És aztán itthon is elkezdtünk olyan koncerteket adni, úgy látszik, hogy megszerette a közönség, illetve sikerült olyan dalokat írni, ami úgy néz ki, hogy még ma is érdekli az embereket. Az életünk egyik legnagyobb sikere az a hónap, hajnalig volt, azért azt mindig szeretem. Akkor szeretem azokat a számokat, ami egy kicsit rokkosabb, ugye a legkisebb fiú, vagy az apám szólt. Most érdekes módon lesz két olyan dal, az egyik az én szóló lemezemről, amit még soha nem is játszottunk élőben, tehát az csak lemezen volt hallható eddig, főleg azért, mert szimfonikus zenekar kell hozzá. Thank you.
boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk, hiszen én tudom, hogy ez a győri nyár egy nagyon fontos eseménye a városnak, és bármi olyanon ott lenni, ami fontos, az egy nagyon jó érzés, nem beszélve arról, hogy ugye a győri filharmonikusok is velünk játszanak, ami egy külön élmény, tehát nagyon örültünk ennek a meghívásnak. Jól fog szólni, szép lesz a koncert, nagyon sok számmal készültünk, és hát a filharmonikusok azok fantasztikusan profi, és nagyon klassz együttes. Természetesen Csepregi Évának is megvannak a neotonos kedvenc muzsikái. A nyár van például, az olyan, amit én nem nagyon tudok megszokni, tehát azt mindig örömmel éneklem, mert abba tényleg benne van a nyár. Tehát azok a dalok, vagy a holnap hajnalik például, hát én nem is tudom elképzelni se, hogy azt hányszor énekeltük el. Ugye ez 83-ban a Yamaha nagy díjat nyert, Yamaha Fesztiválon nyertünk vele egy nagy díjat, és hát ott is egy központi kérdés volt, hogy ki kísérje. Ugye eredetileg úgy volt, hogy az egész zenekar megy, aztán ketten mentünk az Ádámmal, mert azt mondták, hogy a Yamaha zenekar kísérje, mert az úgy hatásosabb, meg az úgy jobban szeretik mondjuk a japánok, hogyha ők is benne lehetnek. Úgyhogy szerintem az is hozzájárult a sikerhez, hogy ott a Yamaha zenekar nagyon szépen játszotta. De ez egy 83 óta, én nem is tudom hányszor játszottuk el, így, úgy, amúgy, mindenféle formában, és az mindig egy kicsit elkezd bizseregni nekem, amikor elkezdjük a holnap hajnaligot, mert akkor eszembe jutnak a vele kapcsolatos élmények. És talán ez az, amitől akár egy színdarabot, vagy akár egy zeneszámot, vagy ugye évszázadok óta hallgatjuk a klasszikus zenét, és mégis úgy érezzük, hogy úristen, most egy ilyen soha nem térő pillanat, amikor egy jó előadásban meghallgathatjuk újra. Hát valahogy én is így vagyok ezekkel a neoton dalokkal. Mostanában nagyon előszeretettel használják ezt a retro szót, ugye, ami egy új szó a nosztalgiára, hogy ezek mennyire nosztalgiák. Azt hiszem, hogy nagyon sok az, ami benne van. De ez attól van, hogy egy-egy jó dal annak tényleg nagyon összetett hangulata tud lenni. Tehát attól tud egy slágerré válni, és olyan örökérvényű lenni, akár könnyű, akár egy kicsit nehezebb, hogy beleköltözik valami, ami az előadó, a dal, a szöveg, az a kor, amikor megszületett, az az élmény. Tehát hogyha sikerül megalkotni, hogyha szabad így mondanom, egy slágerrel kapcsolatban egy ilyen művet, akkor az hosszú évek múltán is szívesen hallgatott, és talán még azok is, akik nem élték át azokat az élményeket, mondjuk a fiatalok, azok kiéreznek belőle valamit. És ha már mai adásunkban a nyári elfoglaltságokról is beszélgettünk, maradjunk továbbra is a program kínálatnál, csak éppen képzeletben Győr egyik másik város részébe utazunk, a Mobilizbe. Hogy mit kínál az interaktív kiállítási központ a következő hetekben, arról Rákosi Szabolcsot és Mészáros Pétert kérdezem. Sziasztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, kedves nézőknek, szervusz! Milyen lesz a Mobiliz nyári nyitvatartása, hogy lehet látogatni most benneteket? A Mobiliz nyár néhány nappal ezelőtt már elkezdődött. Hétfő óta gyakorlatilag nagy üzem van nálunk, minden nap 10-től 18 óráig várjuk a kedves látogatókat, és így lesz az egészen augusztus 31-ig. Tehát egész nyáron, hétfőtől vasárnapig, minden nap, ünnepnapon is nyitva van a Mobilisz. Ilyenkor megnő az érdeklődés a programok iránt? Mindenképpen egy fokozott érdeklődést tapasztalunk egyrészt, másrészt pedig egy picit átrendeződik az érdeklődés, amíg a május, illetve a június eleje leginkább iskolás csoportokról szólt, osztálykirándulós időszak volt, addig nyáron leginkább családok látogatnak bennünket. Gondolom, hogy sok az olyan felosztás, hogy nyugdíjas nagyszülők és gyerekek. Így van. Például Nagy egy névre hallgató
kezdeményezésünk is ezért született meg, volt egy ilyen jegytípusunk, abszolút van ennek létjogosultsága, igen, nagyszülő-unoka kombináció, illetve a hagyományos család. És mi van akkor, amikor a családban nincsenek felnőttek, akik a gyerekekkel tudnának maradni, és táborba szeretnék vinni esetleg hozzátok a gyerekeket, van erre lehetőség? Természetesen van lehetőség, mondanám, hogy van lehetőség, de sajnos lehet, hogy azokat az érdeklődőket el kell, hogy keserítsem, akik most szereznek tudomást táboraira. Így van, a tavalyi nagy siker után nem tudtuk elképzelni, hogy ezt még fokozni lehet, de jelentem, hogy sikerült. 9 turnus van idén betervezve. Kollégáimtól úgy tudom, hogy gyakorlatilag alig-alig van már szabad hely ezeken a táborokon. Én azt gondolom, hogy ha valakit érdekel ez a lehetőség, akkor a honlapunkon, illetve a közösségi oldalunkon keresse fel az oldalunkat, keressen bennünket az elérhetőségeinken, talán még várólistára fel tudunk venni egy-két gyermeket, elképzelhető, hogy be lehet még jutni ezekre a táborokra. Beszéljünk most a legközelebbi programról, ami már itt van előttünk, hiszen érkezik a Múzeumok Éjszakája. Mi mindennel készül erre a Mobilis? Igen, a Múzeumok Éjszakája az nekünk egy kiemelt esemény abból a szempontból, hogy szeretnénk megmutatni, hogy minden összefügg mindennel, különösen a fizikával, így természetesen a művészetek is, illetve az esztétikum. Most különösen a fény esztétikumára és fizikájára szeretnénk rámutatni. A Múzeumok Éjszakája keretében a nyitvatartásunk értelemszerűen az éjszakában nyúló lesz. Éjfélig leszünk nyitva 21-én szombaton. Ugyanakkor a kísérletek, azok a látás, a fény, az emberi látás biofizikája témakörében zajlanak, és nem csak kísérletek lesznek, ami a Mobilistól már megszokott, ugye fénytani optikai kísérletek, hanem most egy különleges kiállítással is készülünk, egy olyan időszaki kiállítással, ami még igazából a Mobilisban nem volt, egy olyan optikai csalódásokra, az ember látására alapozó, különleges látványvilágot ígérő kiállítás lesz. A kiállítóterünk jelentős részét, a falait és alapterületét is magába foglalva, hogy mindenképpen plusz élményt és különleges élményeket nyújt az ide látogatóknak. Most természetesen ezek a kiállítási eszközök itt lesznek egész nyáron, tehát akkor érdemes hozzánk ellátogatni máskor is, nem csak 21-én, hanem a következő hetekben, hónapokban is. És még meg kell említeni azt, hogy 3 másik kísérleti eszközzel is bővült az eszközparkunk, amelyeknek az átadása, hivatalos átadása az szintén a Múzeumok Éjszakája keretében lesz. Semmit nem tudunk meg ezekről? Tehát ez teljesen titkos addig? De ez nem titkos, mert a beszerelésük az elmúlt napokban mentek, és most a tesztelésük, betanulásuk megy, hogy az egyetemista demonstrátoraink, kollégáink megfelelően tudják őket kezelni. 3 olyan eszköz lesz, amit a National Instruments nevű cég tervezett és kivitelezett. Ők csináltak egy olyan eszközt, ami lényegében egy tetris, egy kinektel összekötött tetris, tehát hogyha szépen hadonázunk a kezünkkel megfelelő módon, akkor azokat a kis téglatesteket, T-betűket tudjuk forgatni, ide-oda tologatni egy képernyőt. A tetrisnek nem régiben születésnapja is volt, úgyhogy ennek különös aktualitást ad ez a dolog. Minden összefügg mindennel, különösen a fizikával és a Mobilisszel természetesen. Akkor lesz még egy olyan interaktív vízesésünk, ahol egy tetszőleges rajzot LED-del megvilágított vízsugarak rajzolnak itt valóságban a levegőben. Ez is egy nagyon izgalmas történet, illetve még a látványra, szintén a színekre és a fényekre megy rá egy olyan kísérleti eszköz, ami a hangot rajzolja ki. Tehát nagyon erős hangforrásokat tud egy különleges radarral feltérképezni, hasonló, mintha egy infrakamera lenne, csak nem a hőt, hanem a hangot érzékeli. Hogyha csettintek, kiabálok, akkor az ujjam vagy a fejem környékén jelennek meg olyan fényfoltok, amelyek kirajzolják a hang erősséget, és be is van szépen skálázva.
Amiket most elmeséltél, abból arra következtetek, hogy azért ez tényleg nem csak a gyerekeknek szól, tehát ez annyira érdekes és látványos kiállításnak, illetve produkciónak tűnik, hogy szerintem bátran mehetnek felnőttek, és jól gondolom, ugye? Természetesen, hát a Mobilis alapértelmezésben 0-tól 100 éves korig és fölötte. Csak valahogy mindig a gyerekekre fókuszálunk, mindig őket próbáljuk megfogni, vagy ő általuk a szülőket, családokat. Igen, hát ugye, ahogy Szabolcs is említette, itt azért mi a családokra alapoznánk elsősorban a nyár folyamán, tehát a családokba pedig a beleértendő nyilván a kreatív érdeklődő kisgyerek, és az magáról érdeklődés nem gondoló szülő is, akiben viszont biztos, hogy itt az első negyed óra után kinyílik az érdeklődés. Illetve azt is látom, illetve olvastam, láttam, hogy az érdeklődésüket mondjuk csak egy dologra ebben az időszakban, nevesítve a futballra koncentráló uraknak is gondoltatok valamiféle programra. Természetesen, mert ugye fény és látvány és az emberi látás biofizikája, hát akkor lehetővé tesszük a nyitvatartási idő alatt a megfelelő meccsek nézését, de hát azért mi kíváncsian várjuk azt, hogy most az izgalmas, ritkán látható tudomány, vagy a ritkán látható nagyszerű foci meccsek hoznak-e nagyobb esélyt. És még ritkában látható gólok, ugye, amikre azért nagyon sokat kell várni, tehát lehet akkor ezek szerint a Mobilisban akár foci meccset is. Természetesen, érzünk. Tehát minden érdeklődést megpróbálunk kielégíteni. Például a tűztornádónk is majd ebbe a sorozatba illeszkedik, mert fogunk csinálni egy olyan kísérletet, amilyet még soha nem csináltunk, fényrobbanás címmel, amikor tényleg víz és gőz és füst és UV-lámpa és pingponglabda és fluoreszkáló folyadék és hang és mi egymás lesz, tehát minden érzékszerre hatunk, hogyha valakit még megcsap a kilocsanó víz, akkor tapintás érzet. Ez most június 21-e? Június 21-éről beszélünk, abszolút. Így van. És akkor ez egy egyszeri megismételhetetlen, ez egyszeri brutális megismételhetetlen robbanás lesz. Igen, igen, és fény, és hang, és minden. Tehát több érzékszervet igénybe veszünk, várunk mindenkit szeretettel, lényegében negyed óránként, fél óránként lesz valami olyan esemény az este folyamán, éjféllel bezárólag, ami mindenkinek izgalmas lehet. Egy ilyen fajta hatalmas robbanás mennyi előkészületet igényel? Miért nem lehet mondjuk minden héten megcsinálni? Hát nekem az a mondás jut eszembe, ami egyetemista koromból volt, hogy október vége, november eleje tájékán azt mondtam, hogy már csak hármat alszunk karácsonyig, hát most már csak egyet-kettőt alszunk, de nem többet a nagyobb rendezvényig. Nagyon sok ember, nagyon összehangolt munkájára van szükség, és mi ezt választottuk hivatásul, hogy tudományos módon értelmes szabadidő eltöltésre szeretnénk az embereket ösztönözni. Várunk mindenkit szeretettel. Tehát ha jól értem, akkor valóban egy ilyenfajta látványos kísérlet, illetve valójában ez már egy produkció előkészülete, az nagyon-nagyon hosszú heteket és nagyon sok embernek a munkáját igényli, és ezért van az, hogy ennyire kuriózum, és csak most a múzeumok éjszakáján lehet látni. Csak most, csak nektek, csak győrieknek várunk szeretettel mindenkit, és a tűztornádó, ami már majdnem fölgyújtotta a Nemzeti Múzeumot, de szerencsére nem, és megnézzük, hogy a Mobilisban biztos, hogy nem fog kárt tenni, de ismét beindítjuk. De ugye van azért valami megfelelő tűzoltó berendezés. Igen, természetesen messze menően figyelünk a részletekre és a biztonságtechnikára, kitelepüléseinknél is mindig ezt figyelembe vesszük. Önként vállalkozókat persze tűzröpattan menyecskének. Igen, és van olyan kísérleti bemutatónk, amelyben embereket gyújtogatunk, de ide senki nem reklamált, hogy visszakérni a jegyét. Biztonságos kísérletezést kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. És köszönjük szépen. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkban. Jövő héten a nyári szünet előtt még egy kultúrával várom Önöket, mely rendhagyó lesz, hiszen a 10. Magyar Táncfesztiválról tudósítunk majd részletesen. Addig is töltsék kellemesen a hetet, további szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál. A műsorvezetőt a Mio Chicks és a Rouge öltöztette. Rouge. Stílus, divat, elegancia.